testületi ülés Terézvárosban. Hamarosan megnyílik a korcsolyapálya a 6. kerületi Hunyadi téren. Szociális munkanapja 2018. Élelmiszer csomaggal segít Terézvárosa rászorultak. Nyílt nap a 6. kerületi Szinyei Mersepál gimnázium. Margit néni 90 éves lett. Kutyás bemutató a Terézvárosi Mesevilág óvodában. Otthon a zenében sorozat a 6. kerületi Benc úrházban. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a 6-os csatornán. Megtartott a Terézváros a soron következő testületi ülését, amelyen 17 nyílt és 6 zárt pontban tárgyalták a kerületet érintő kérdéseket, fejlesztéseket. Elismerték a 6. kerületi rendőrkapitány Kecskés Tamás munkáját. Ezután szó esett többek között a közterület használatról, az erkeles diákok támogatásáról, helyi adónemekről, eladó önkormányzati ingatlanokról, éjszaka és nyitvatartó üzletekről, illetve utcafásítási programról. Az önkormányzati percek vendége lesz dr. Kecskés Tamás rendőr alezredes, a 6. kerületi rendőrkapitányság vezetője. A testületi ülés elején Hassai Zsófia polgármester oklevéllel köszönte meg Kecskés Tamás rendőrkapitány Terézvárosért kifejtett tevékenységét. A rendőri vezető 5 esztendeje irányítja a kerületi rendőrséget. Ez idő alatt a kapitányság és a helyi önkormányzat között példás együttműködés alakult ki. A bűnügyi statisztikák felderítési eredményességi mutatók fővárosi szinten is magas színvonalú munkát mutatnak, javult a kerület közbiztonsága, a Buli negyed kiemelt figyelmet kap bűnmegelőzési szempontból, és mindennek köszönhetően a Terézvárosban élők szubjektív biztonságérzete is erősödött. A képviselők döntése értelmében a kerületben a jövőben több szociális támogatás összege emelkedik, illetve bővül a támogatható személyek köre. Ennek érdekében több rendeletet is módosítottak. Emelkedik egyebek mellett a fiatalok életkezdési, a gyógyszer, valamint az eseti támogatás mértéke, az idősek világnapjára adott Erzsébet utalvány összege, a lakásfelújítási és az óvodai támogatás is. Ezek a módosítások 2019. január 1-től lépnek hatályba. A következő esztendőben sem terhelik új helyi adó bevezetésével a terézvárosiakat. Ez derült ki az erről szóló beszámolóból. Az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai, valamint a jogszabálymódosítások miatt szükségessé vált a kerületi közterület használatról szóló rendelet módosítása. Változott például a kiemelt közterületek besorolása, ennek köszönhetően bővült ez a kör. Ugyancsak módosult az ügyintézési határidő. Eddig 8 nap volt a legrövidebb idő, ami alatt a hivatal engedélyezni tudta a kérelmeket, mostantól ez 8 munkanap lesz. Terézvárosban jelenleg 3533 üzlet működik, ezek közül 917 vendéglátó egység. Az önkormányzat kiemelt feladatának tartja a kerületi vállalkozások segítését, ugyanakkor az itt élők nyugalmának, pihenéshez való jogának biztosítását is. Rendelkezéseit is ez vezeti, így például a mostani testületi ülésen hozott 2 döntés is. Ezek egyike, hogy az éjszaka nyitvatartó egységekre vonatkozó lakóközösségi társasházi közgyűlési határozatok 90 napos felhasználási korlátját 6 hónapra változtatja. Ez a vállalkozók, a társasházak és az önkormányzat adminisztratív terheit is csökkenti. Emellett döntés született arról is, hogy a képviselőtestület a jövőben évente 2 alkalommal tájékoztatást kap a jegyzőtől, a kerületben működő üzletek számáról, az esetlegesen elkövetett jogsértésekről és azok szankcióiról. Az Erkel Ferenc általános iskola kérésének elegettéve a képviselőtestület 1.677.000 forintos támogatás megítéléséről döntött. Az önkormányzat és az iskolai alapítvány között létrejött együttműködési megállapodás értelmében ezt az összeget az intézmény jutalomkönyvek, tanári székek beszerzésére és az iskolai előkészítő tanfolyamok bérköltségeire fordítja.
A képviselő testület döntött arról is, hogy 6 olyan ingatlant próbálnak meg versenytárgyalás útján értékesíteni, amelyeket eddig nem sikerült hasznosítani és bérbeadni sem. A szóban forgó ingatlanok közül 2, iroda és üzlet, a Bajcsi-Zsilinszky út 31 számú társasházban van, összértékük 1.272.200.000 forint. Másik 4 ingatlan, iroda, raktár és trafóház, a Bajcsi-Zsilinszky út 7 szám alatt együttesen 168 millió forintért bocsátható versenytárgyalásra. Terézváros képviselőtestülete az idei közmeghallgatást december 20-án, csütörtökön, 17 órai kezdettel tartja az 5-ös-10 kulturális szintér dísztermében. Az eseményen a hagyományokhoz híven beszámol idei tevékenységéről az önkormányzat, a terézvárosiak pedig feltehetik kérdéseiket, elmondhatják véleményüket, javaslatokat tehetnek. A testület elfogadta Heltai László LMP-s képviselő azon kezdeményezését, hogy tervek készüljenek egy új fásítási programhoz. Ebben mindenképpen szerepelni kell a Vörösmarty, a Csengeri és az Ötvös utcának az Aradi és a Szondi utca közötti szakaszon. A felmérés tartalmazza majd a fásítás, valamint a szükséges közmű kiváltások lehetőségeit, költségeit is. Terézváros önkormányzatának döntése értelmében az ünnepek alkalmából már hagyományosan korcsolyapálya lesz a Hunyadi téren, ahol december elejétől február közepéig ingyenesen korizhatnak a 6. kerületi lakosok és tanintézmények diákjai és pedagógusai. Az ünnepélyes megnyitóra szeretettel várnak mindenkit Terézváros közösségi terére 2018. november 29-én, csütörtökön 12 órára. Ez alkalomból a Téli álom a jégen című táncelőadást láthatják az UTE korcsolya szakosztályának előadásában. Első ízben vehette át férfi a szociális területen végzett munkáért járó legrangosabb kerületi elismerést, a Terézváros szociális segítője emlékérmet. A kitüntetést a Szociális Munkanapja alkalmából november 13-án az 5-ös-10-ben megrendezett ünnepségen Zombai Tamásnak, a kerületi családok átmeneti otthona családsegítő munkatársának, Hassai Zsófia, Terézváros polgármestere és Simonfi Márta humán területekért felelős alpolgármester adta át. Hassai Zsófia a Terézváros szociális intézményeiben dolgozók köszöntése után beszédében felidézte a Szociális Munkanapjának történetét és elmondta, hazánkban november 12-e 2000-ben lett az ágazatban dolgozók ünnepnapja, amikor is kifejezzük tiszteletünket és megbecsülésünket mindazoknak, akik ezt a nehéz, de rendkívül szép hivatást választották és nap mint nap gyakorolhatják. Hangsúlyozta, akik arra vállalkoztak, hogy a rászorulókról, gyermekekről, idősekről, elesettekről, kiszolgáltatottakról, fogyatékkal élőkről, krízishelyzetben lévőkről gondoskodnak, a szakmai felkészültségen és elkötelezettségen túlmenően fontos, hogy folyamatosan képezzék magukat. A szociális terület helyben adható legmagasabb szakmai elismerését, az idén elnyerő Zombai Tamás érdemeit méltatva Hassai Zsófia úgy fogalmazott: a családok átmeneti otthonának családsegítő munkatársa tudásával és kiállásával példaként szolgál azoknak a nehéz sorsú gyermekes családoknak, amelyek 1-1,5 évig a szállón élnek. Megtudhattuk, hogy a kitüntetett az egyénre szabott segítségnyújtáson, felzárkóztató korrepetáláson túl a szociális munkások főiskolai képzésében is részt vesz. Nehezen találom a szavakat, meg vagyok hatva és nagyon örülök. Megtisztel a kitüntetés. Köszönöm mindazoknak, akik megítélték, akik munkatársaim voltak, támogattak. Köszönöm édesanyámnak, és mindenkinek, aki másokért cselekszik.
Mit jelent számodra ez a 25 év? Hát ez egy hatalmas idő, az én életemnek is a fele. Mert ez ember elgondolkozik azon, hogy mit, meg hogyan, milyen irányban, de ez megerősít, hogy valahol jó helyen vagyok. Magyarországon 2000 óta ünnepeljük a szociális munkanapját. Itt Terézvárosban is minden évben megemlékezünk azokról a dolgozókról, akik ezen a nem könnyű területen folytatnak szolgálatot nap mint nap. Hálával és tisztelettel tudunk gondolni az ő munkájukra. Erről szól ez a mai ünnepség, hiszen ilyenkor a legnagyobb szociális kitüntetést is átadjuk Terézváros önkormányzata nevében. Terézvárosban az idei évben egy férfi kolléga kaphatta ezt a kitüntető címet, amit most átadtunk. Erre egyébként nem volt példa az elmúlt években, hiszen Zombai Tamás a Terézvárosi Családok Átmeneti Otthonából lett a díjazottunk a mai napon, akinek ezúton is szépből gratulálok Terézváros önkormányzata nevében, és neki is, illetve az összes kollégának csak a köszönetünket tudjuk tolmácsolni azért a munkáért, amit nap mint nap elvégeznek. A polgármester beszédét követően a hatos csatorna kisfilmje bemutatta az ünnepeltet, a kerületi szociális intézmények vezetői pedig feladataikról, munkájukról, céljaikról is beszéltek. Lassan 25 esztendeje dolgozom a szociális ágazatban, és nagyon sokszor tapasztaltam a beszélgetéseim során, akár ismerősökkel, akár a munkám iránt érdeklődő laikusok részéről, hogy mindig feltették azt a kérdést, hogy jó, szociális munka, de pontosan mit is csinál egy szociális munkás? A szociális munka területe egy nagyon-nagyon széles terület, nagyon sokféle nehézséggel, problémával küzdő embernek próbálnak meg a területen dolgozó szakemberek segítséget nyújtani. Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó ellátások, de a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmények, mint például a bölcsődei intézmények is a szociális gyermekjóléti területhez tartoznak, és hát folytathatjuk a sort a szenvedélybetegekkel, fogyatékosokkal, pszichiátriai betegekkel, szociális segítő munkaterületével, és nem utolsó sorban az idős gondozással. A szociális munka a társadalom egészét átöleli. Jelen van a születéstől egészen a halálig. Mi az ellátottak egy olyan életszakaszába kapcsolódunk be a szociális munkával, a segítés és a gondoskodás folyamatával, amikor életük egy fordulóponthoz érkezett, és itt most gondolok például az öregedésre, amikor önmaguk ellátására már nem képesek, és a mindennapi életvitelükben a higiénés szükségletei kielégítésében a gondozónőink segítségét kéri, vagy a nappali ellátás az idősek klubjába szeretnének egy olyan kulturális pluszt kapni a mindennapjaikhoz, hogy ne magányosan a társadalmon kívül csak a lakásukban töltsék az életüket. A Terézvárosi Értelmi Sérültek Napközi Otthonához forduló segítségkérő családok elsősorban azzal a problémával jelentkeznek nálunk, hogy sérült hozzátartozóiknak a hétköznapokban nyújtsunk segítséget. A Terézvárosi Család és Gyermekjóléti Központ, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, családok átmeneti otthona ellátás feladatait végzi. Ennek keretében akár a felnőtt rászoruló személyek, akár a
családi nehézséggel, problémával küzdő gyermekek segítséggel fordulhatnak intézményünkhöz különböző nehéz élethelyzetükben. A bölcsődék is ugye a szociális ellátáshoz tartoznak, ez egy jóléti alapellátás, tehát ugye főleg a dolgozó szülők gyermekeit látjuk el, de egyéb esetekben szociális rászorultság alapján is vehetünk föl gyermekeket, így például van ellátottunk a családok átmeneti otthonából, illetve olyan helyzetbe kerülő családok, ahol egyedül marad az édesanyja a gyermekkel, egy hirtelen helyzet adódik. Ugye ez is már egy szociális rászorultsági alap, tehát ebből adódóan egyből, vagy legalábbis mi hamarabb igyekszünk neki helyet biztosítani. A szociális munkások feladata, hogy felrázzák a világot a közönyből, megváltoztassák azt a vélekedést, amely szerint nincs kiút a nehéz helyzetből. Minden ember úgy érzi, aki ebben a formában és élethelyzetbe kerül, hogy egyedül marad. Most a szociális munkások olyan empatikus készséggel, olyan érzékenységgel és olyan szakmai tudással rendelkeznek, hogy tovább tudnak jutni saját személyiségükön, és meg tudják érteni a másikat, és mindenféleképpen a segítésre és a segítségre törekszenek. Terézváros önkormányzata a területen dolgozó szakemberek munkájának elismerésére egy emlékérmet alapított, és az a megtiszteltetés érte a mi intézményünket, hogy az idei évben ezt az érdemrendet, ezt a kitüntetést munkatársunk Zombai Tamás kapja meg. Terézváros szociális segítőjének emlékére. Zombai Tamás. Zombai Tamás 1994 óta dolgozik a 25 éves működését és fennállását idejében ünneplő családok átmeneti otthonában, Terézvárosban. A családokkal könnyen teremt bizalmi kapcsolatot, a felmerülő problémákat empatikusan, türelemmel beszéli meg az érintettekkel. Családgondozói munkakörének feladatellátásán túl, hasznosítva a felsőfokú szociális végzettsége mellett meglévő pedagógusi szakképzettségét, rendszeresen korrepetálja, tanulmányaiban támogatja a tanulási nehézségekkel küzdő bentlakó gyermekeket. Emellett szervezi, koordinálja a szintén a gyermekek felzárkóztatását önkéntes munkával segítő gimnáziumi tanulók tevékenységét is. Az országban elsőnek nyílt meg ez az otthon, ami teljes családokat, tehát szülőket gyerekeivel együtt tudja fogadni. Ez akkor különösnek számított, ma már mindegy 150 ilyen jellegű intézmény van az országban. Számomra mindig öröm, amikor azt érzem, hogy egy gyerek úgy kerül ki innen, vagy amikor itt van, úgy érzi, hogy biztonságban van, és hosszú távon rendeződni látszik a sorsa. Ez akkor képzelhető el, hogyha a lakhatása az valamilyen téren megoldott. Ha arra gondolunk, hogy milyen környezetből kerülnek ide, hogyan élték át a gyerekkorukat, mennyi bántalmazás, mennyi probléma végig kísérte az életüket, és nagyon gyakran hiányzott a fix pont. És talán ezt tudjuk nyújtani. Ami az intézményünknek egy ilyen különlegessége, hogy mindig is törekedtünk arra, hogy valódi esélyt nyújtsunk. Mindenkit megillet, hogy családban nőjön föl. Mindenkit megilletne azt, hogy szeressék, hogy emberként bánjanak vele. Ha ezt tudjuk adni, akkor ezzel szerintem nagyon sokat tudunk lendíteni. Azt gondolom, hogy a szociális munkának ez egy olyan területe, ami nagyon sok szépséggel van megáldva, és nagyon sok nehézséggel is. Bőte Csabának van egy olyan mondata, hogy egy gyereket nem lehet jóvá verni, csak jóvá szeretni. Tehát az a szeretet, az a fajta odafigyelés, amit a gyerekeken keresztül a szülők megéreznek, és a szülők meg tudnak változni. Azokat a dolgokat, amiket ők saját maguk hoztak otthonról, azok közül ki kell tudják válogatni, hogy mi az, ami segíti őket a további életükben, és mi az, amit el kéne hagyniuk. Thank you.
Egy ideális világban a média célja is egy ponton összeér a szociális ágazatban dolgozók munkájával. Olyan témáknak adni örök érvényű lenyomatot, amelyek a jövőre is hatással lehetnek, elismerni és archiválni az értéket, és megőrizni az utókor számára digitális formában. Az idei szociális munka napján alapítottunk egy televíziós időkapszulát, melyben az alábbi gondolatokat küldjük a jövő generációinak. Az időkapszulába azt a kívánságomat helyezném be, hogy amíg ember él a Földön, addig ez a terület, ez a szociális ágazat és ezek a szociális szakemberek létezzenek, és ha problémával találjuk magunkat szembe, akkor ne a szánalom vagy az együttérzés legyen feltétlenül az első érzelem, hanem az odafordulás, a segíteni akarás, mert ez adja a mi szakmánknak az alapját, a lényegét. Figyeljünk egymásra, figyeljünk a körülöttünk lévő környezetre, és az empátia, ami most úgy érzem, hogy egyre kevésbé található meg. Mindenki úgy élje a napi életét, és úgy végezze a munkáját, úgy gondoskodjon a szeretteiről és a rábízott emberekről, ahogy azt ő is elvárná majd akkor, amikor neki a legnagyobb szüksége lesz az életben arra, hogy segítséget kapjon. Nem a pénzről szól, nem a siker vagy az elismerésnek a hajhászásáról, hanem valami egész másról. Én azt gondolom, hogy ennek a munkának értelme van, és valami igazán jót és hasznosat tudunk csinálni. A lényege a szociális munkának tényleg az, hogy lehetőséget adjunk, és az önkormányzatunk ebben én úgy gondolom, hogy élen jár. Ez köszönhető annak is, hogy a szociális osztályon lévő dolgozók is, és különösképpen a vezetője is fantasztikusan nagy tudással és nagy empátiával rendelkezik ez a szakterület felé. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt a területet én ilyen kis porszemként megpróbálom segíteni. Fejet hajtok minden olyan kollégánk és ember előtt, aki ezt a szakmát műveli és bírja, és minden olyan közös beszélgetésre, amit egy ilyen konferencia lehetőséget nyújt, és egy ilyen napnak, a november 12-ének, ami azt hiszem 1997-ben történt, erre való utalása és erre való megemlékezése, hogy erre milyen szükség van, és hogy igazán ez a társadalmi megbecsülés, ami ezzel foglalkozó embereket megilleti. Segít a nehéz körülmények között élő kerületi lakosoknak, ezért saját költségén, jelentős anyagi ráfordítás mellett ebben az esztendőben is, immár másodszor, csomagot oszt szét a rászoruló lakosok között. Az egy lakcímen, illetve egy háztartásban élők egy alkalommal vehetik át az élelmiszereket. A Szolidaritási Központ 2018. október 8-ától hétfőn 13 és 18 óra között, kedden 9 és 14 óra, csütörtökön 9 és 14 óra között tart nyitva. Sorszámosztást pedig a nyitás előtt már 1 órával. Nyílt napot tartottak a 6. kerületi Szinnyei Mersepál gimnáziumban, ahol a leendő diákok és szüleik bemutató órákon vehettek részt, ezzel betekintve az iskola mindennapi életébe, működésébe. Kicsit megtévesztő, hogy egy üres tanteremben állunk, de azért, mert a folyosón akkor a tömeg ömpölyök, hogy nem tudtunk volna ott beszélgetni. Nagy örömünkre rengeteg szülő és diák látogat el az iskola nyílt napjára, ezt minden évben megszervezzük. Talán az idén a szokottnál is többen vannak lévén, nagyon sokan ma azért talán nem dolgoznak, bár munkanap van,
a diákok, a mi diákénk roppanul élvezik, hogy bemutatórákon ülnek ők is, és mögöttük ugye sok-sok nyolcadikos, néhány szülő is láttam, hogy besurrant az egyes tantermekbe. Mindenképpen fontos egy olyan képet festeni magunkról, ami a valóságnak megfelelő, hogy hova járna esetleg a diák, ha a színjeimben sebek gimnáziumba kerülne. Teszünk egy kis étát az iskola területén, a kollégáimmal bemutatjuk a iskola épületét, a diákok közben ülnek a nyílt órákon, és igazgató még a jövő héten külön értekezletet tart az egyes osztályokról, az itteni képzésről. Itt vagyunk a 6. kerületi Szinyei Mese Pál gimnáziumban, nyílt nap van. Egy növendéket tanulót kérdezünk, hogy miért szeretsz ide járni, és mit üzensz mindazoknak, akik esetleg lemaradtak erről a nyílt napról, hogy miért érdemes ide eljönni tanulni. Hát először is azt szeretném elmondani, hogy nem baj, ha lemaradtak a nyílt napról, mert én sem voltam nyílt napon, és mégis ide jöttem. Amit én nagyon szeretek ebben az iskolában, az az, hogy maga a közösség annyira összetartó, annyira jó hangulat van az iskolában, amikor belépünk, és a szünetekben is ugye végigmegyünk különböző emeleteken a folyóson, mindig mindenhonnan a különböző zene, úgyhogy akár végig, mint a diszkóba, végig lehet sétálni, lehet választani, ki hova akar menni. De ez a hangulat volt az, ami engem is megfogott először. Én teljesen véletlenül jelöltem be ezt az iskolát, és szóbelin döntöttem el, hogy ide fogok jönni. És ott is ez fogott meg, hogy ugye a tanárok is, diákok is annyira nyíltak, annyira közvetlenek, és annyira jó lelkűek, hogy egyszerűen ez az, ami szerintem az iskolának nagy erénye. Szinyeiben nyílt napon vagyunk, egy leendő diák esetleg, és egy kísérő, aki nem az anyuka, de mindenféleképpen kíváncsi arra, hogy mi is van a Szinyeiben. Mit tapasztaltál eddig? Eddig a tanárok, a tanári kar és az egész iskola, a rendszer nagyon szimpatikus, és a tagozatok is elég jók, és a diákok is szimpatikusak, rendesek. Ön mi járatban, kísérőként vagy egyéb? Igen, egy szülőként vagyok itt, a gyermekem most fog tovább tanulni, és szeretnék egy kis betekintést az iskola életbe, az órák, illetve a tájékoztató kapcsolatban megismerni az iskolát, hogy könnyebb legyen a választás, hogy hogyan alakítsuk a továbbtanulást. Milyen volt az első benyomás itt a Szinyeiben? Ugye először is sok szempontot veszek figyelembe, mert nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert a gyermekem nem tudom, hogy milyen irányba terelgessem. Nincs konkrét elképzelés, tehát azt szeretném, hogyha tovább tanuljon, tehát mindenféleképpen egy gimnázium. Különösen azért is fontos, hogy az iskolában töltött idő az maximális legyen, megkapjon minden támogatást, a lakhelyünktől ne legyen túl messze, hogy azért mégis rá tudja fordítani az időt a tanulásra. Ezért választottam a lakókörzetünkhöz közeli iskola. Zuglóban lakunk, úgyhogy nekem ez nagyon megfelelő lenne. Az elsőben is másom az pozitív. Tehát ha látom, hogy jól szervezett a nyílt nap, órákra lehet bemenni, megkaptunk egy tájékoztatást, a következőt egy iskola igazgatói tájékoztatás is követi majd. Ezt úgy gondolom, hogy ez megfelelő, és nekem ez fontos, hogy információval rendelkezzek. Thank you.
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Simonfi Márta, Terézváros alpolgármestere Valicsek Ferenc Flóriánét, Margit nénit, a 6. kerületi Vázsonyi Vilmos idősek otthonában. A jeles évforduló alkalmából az alpolgármester az ajándékok mellett átadta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint Hassai Zsófia Terézváros polgármesterének oklevelét is. A születésnapi ünnepség családias hangulatban telt. Az otthon vezetőjén és munkatársain kívül jelen volt Margit néni lánya és 5 unokája közül Anna Mária is. Margit néni hitvallása, amit lányának, majd minden unokájának és 12 dédunokájának szinte az unalomig ismételgetett, a lehetetlen nem létezik. Ezt nagyon komolyan is gondolta, hiszen 80 évesen az ásástól a kapálásig minden munkát elvégzett. Isten éltesse sokáig, jó egészségben az ünnepeltet. A Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág óvodájának minden napját átszövi a környezeti nevelés. Az óvoda pedagógusok célként jelölik meg a természeti és épített környezet fenntarthatósága érdekében szükséges ismeretek, magatartás minták, értékek és életviteli szokások megtanítását. A környezeti tudat kialakítására és fejlesztésére több eszközt is használnak. Következzen most egy hangulati összefoglaló az óvoda mindennapjairól és a Rex Kutya Otthon Alapítvány bemutatójáról. A Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág óvodájában nagy hangsúlyt fektetnek a növények ápolására, a szelektív hulladékgyűjtésre, a felelős állattartás magatartásának tanítására. Az óvodában halakat, teknőst és kaméleonokat nevelnek. Csütörtökön a Rex Kutya Otthon Alapítvány munkatársai és 3 kutyájuk látogatott el az óvodába. Az alapítvány munkatársai bemutatták munkájukat, meséltek a gyermekeknek a menhelyen élő állatokról. Beszélgettek velük a felelős állattartásról, és arról, hogy ezek az állatok hogyan kerültek a menhelyre. Ezután az egyik kiskutya bemutatta, hogy milyen ügyes, hogyan tudja követni gazdája utasításait. Forgott, pacsit adott, 2 lábra állt. A kicsinyek örömmel simogatták a kutyákat. A családok az előző hetekben lelkesen gyűjtötték adományaikat a menhely lakóinak. A rendezvény lezárásaként minden nebuló átadhatta adományát az alapítványnak. Volt, aki kutyatápot, volt, aki plédet, játékot, kutyafogkefét hozott adományként. Az ovisoknak nagy élmény volt ez a délelőtt. Nagyon megszerették 4 lábú barátainkat, néhányan sírva búcsúztak a kiskutyáktól. A 6. kerületi Benczúrházban változatos és rendszeres kulturális programok várják a látogatókat. Ez alkalommal a Benczúr szalonban az Otthon a zenében sorozatban Kacsó Pongrácz emlékhangversenyre és Haig Vártan 6. szimfóniájának ős bemutatójára érkeztek a vendégek. Fellépett a Duo Fresco zongora 4-kezes formáció, illetve a Souvenirs együttes. A műsor második felében Krasznai Gáspár vezényelt. Thank you.
Kacsó Pongrácz zeneszerző, a János Vitéz című daljáték komponistája 145 éve 1873. december 15-én született. Kolozsvárot nevelkedett, tanulmányait is ott végezte. Zeneelméletre Farkas Ödön, a konzervatórium igazgatója, az ismert zeneszerző tanította. A pedagógiai munka és a hivatalos teendők emésztették fel ideje javarészét, már 30 éves is elmúlt, amikor zeneszerzőként debütált. 1904-ben egy leányiskolai koncerten hallották meg muzsikáját, és Bakonyi Károly ezután felkérte, hogy az általa írt, Petőfi Elbeszélő költeményéből készült librettóra komponálja meg a János Vitéz zenéjét. Heltai Jenő verseire a daljáték mindössze 5 hónap alatt készült el. 1904. november 18-án a Király Színházi bemutatón óriási sikert aratott, amiben nem kis része volt a címszereplőnek, az ezúttal nadrág szerepet alakító Fedák Sárinak. A darab az elmúlt század egyik legtartósabb színpadi sikere lett. 689 alkalommal ment csak a Király Színházban. 1906-ban mutatták be a Király Színházban Rákóczi című daljátékát, majd 2 esztendő múlva az Izrael Zangwill darabjából készült Mary Ann című operettjét, de hatásuk messze elmaradt első műve sikerétől. Kísérőzenét szerzett Molnár Ferenc, Lilium és Maeterlinck Kék madár című darabjához, hagyatékában maradt Dorottya című operája, amelyet 1929-ben mutattak be Szegeden. Kacsó Pongrácz az elsők közé tartozott, aki felismerte Bartók Béla zenéjének jelentőségét. Írt akusztikai, zenetörténeti, esztétikai tanulmányokat, iskolai énekgyűjteményt is szerkesztett. A Zene fejlődés története című zenepedagógiai műve 1909-ben jelent meg. Neve összeforrott a János Vitézzel. A darab különböző felfogásban, különböző stílusban újra meg újra szerepel a színházak repertoárján. Tekintettel arra, hogy nincs a könnyebb műfajú zenei színpadon hasonló sikerű mű, mint a János Vitéz. Ez már kezdettől fogva így volt, tehát még életében Kacsó Pongrácznak 500. előadást tartották meg Budapesten csak, és volt az idő kezdeti, mikor a 1904-ben a bemutatója volt, volt olyan nap, hogy kétszer kellett előadni. Tehát egy messze hatalmas, sikerű műről van szó, de sajnos kevesen tudják azt, hogy Kacsó sok művet írt, és sok értékes zeneművet írt. Elsőként egy preludiumot fogunk játszani, annak a zongora négykezes változatát. Ezt a művet a Magyar Színház restaurálásakorra kérte fel az akkori igazgató Kacsót, és ezt a zongora négykezes átiratba fogjuk előadni. Utána egy meditációt egy zsoltárra, amire maga Kacsó írta, hogy ez a legjobb művem. Harmadiként pedig egy János Vitéz keresztmetszetet, ugyancsak zongorra négykézre, ami eddig nem volt, ezt Kecskés Balázs zeneszerző társunk írta át. Ezek azok a művek, amikkel ma Kacsó Pongrácra fogunk emlékezni. A második rész az ugyancsak olyan izgalmas, talán még izgalmasabb tekintettel arra, hogy egy nagyon régen lejezett és majdnem azt nem mondta, elfelejtett dallamok, magyar örömi dallamok, városi folklór, ból készített számunkra barátunk Haik Vártán, örmény zeneszerző, egy majdnem 20 perces szvitet. És úgy vélem, hogy ez egy sikerdarab lesz, nem csak itt, itthon, hanem ő ki fogja vinni külföldre, és ott is játszani fogják. Ez ist mein Freund János Fancsali, der mir letztes Jahr. Az egész úgy történt, hogy barátom Fancsali János, aki érdeklődik a magyar örmény erdélyi zene iránt, felhívta a figyelmemet olyan dallamokra, amelyek megmaradtak a régi időkből, és ezeket átadva nekem, ebből készült a most hallható mű. Ezeket a dallamokat még más zeneszerzőnek hattuk, de ez már zárójel, aki zongora négykezes darabot komponált belőlük, de az, hogy egy ilyen méretű mű is létrejöjjön, ezt mi nagyon, hogy mondjam,
nagyon testvériesen fogjuk fel, különösképpen, hogy a címe is magyar örmény, a Hungara Haj azt jelenti, hogy magyar örmény. Terézváros egyik legpatinánsabb villájában működik a Bencz úrház, ahol mindig történik valami. Mostanában miket láthatnak a kedves nézők? Hát továbbra is otthont adunk egyébként a jazz műfajának, ugye egy sorozat indul november végével, a jazztől a gospelig, és hát a karácsonyt úgy fogjuk megünnepelni, hogy egy gospel kórus lép fel itt nálunk, záróakkordként. Azon kívül pedig Vince Lilla estje lesz, és talán az a pikantériája, hogy Lilla az új zenekarával, mert ezt elárulhatom már, hogy új zenekara van, és azzal fog itt fellépni, illetve lesz ez a beszélgetős est, ami már eléggé népszerű, nem csak a kerületben, hanem Budapesten is, és hát természetes, hogy mindenkit vár szeretettel, kicsit nagyot egyaránt a Kolompos Együttes vasárnap délelőtt, illetve decemberben Kiskarácsony, Nagykarácsonnyal búcsúzik az együttes ettől az évtől, illetve a nézőitől, hogy jövőre ismét itt lépjen fel. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a Hatos csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyőn látható elérhetőségeken. Legközelebb a szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!